Május 20-án péntek este, jó estét kívánok, a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk ma este is. Környe adott otthont a Magyar Falu Megújítási Díj átadójának. Jeles évfordulóját ünnepli idén Tatai és Gerlingen testvérvárosi kapcsolata. A Tatai kanapé vendége ezúttal Csúlya Imre színművész volt. Kiállítással egybekötött könyvbemutatóval készült a Tatabányai Múzeum. Az ország több megyéjéből érkeztek a 8. Turul lépcsőfutóbajnokságra. Az Európai Falu Megújítási Díj Magyar Falu Kihívások, Helyi Válaszok nevezetű pályázatának 2019. évi nyertese lett Környe. A település ezzel elnyerte annak jogát, hogy az idei díjátadó házigazdája legyen. Az ország 11 települése mutatkozott be a nagyközönségnek, közülük a Hajdú-Bihar megyei Egyek nagyközség számára ítélték a megtisztelő címet. Múlt héten még az ausztriai Hinterstoder fogadta a környei képviseletet, ahol az Európai Falu Megújítási Díj pályázaton aranyminősítést nyert el. Most azonban Környe látta vendégül azokat a hazai településeket, amelyek a 2021-es Magyarországi Falu Megújítási Díj pályázatán vettek részt. Ez egy óriási megtiszteltetés. Ugye mi ezt azzal érdemeltük ki, hogy a legutóbbi Magyarországi Falu Megújítási Díjat megnyertük, és így mi lehetünk a házigazdák. Én azt mondom, hogy ez egy csodálatos társaság, tehát ezek a falu megújítók mindig azok az emberek, akik valamiben megpróbálnak a csúcsra törni, valamiben megpróbálnak olyan minőségi munkát végezni a települések, a közösségek életére, ami tényleg példaértékű. És a mai napon itt lesz 17 település, abból 11 település részletesen be fog mutatkozni standokkal, tehát én azt mondom, egyik részről egy dicsőség, egy öröm, egy ünnep, a másik részről pedig egy kiváló lehetőség arra, hogy egy ilyen szakmai fórum már váljon az egész. A hazai kistelepülések számára különösen fontos a Magyarországi Falu Megújítási Díj. A díj arról szól, hogy a települések közül minden évben kiválasztásra kerül az a település, aki a legdinamikusabban, legszebben, leglátványosabban és legattraktívabban fejlődik, és valami olyan település üzemeltetési, működtetési vagy település szerkezeti innováció is volt a település üzemeltetés vagy fejlesztés gyakorlatában, ami dicséretre vagy kiemelésre méltó, vagy példaként szolgál több településre. Vándorol a díjátadó, és most mi nagyon boldogok vagyunk, hogy itt a mi megyénkben, nevezetesen Környén van ennek a díjnak az átadása. Környe már volt ennek a díjnak a birtokosa, úgyhogy azt gondolom, hogy egy szép kis ünnepség alkalmat ad arra, hogy a települések, a megyei települések közül is egy-kettő bemutatkozzon, de a díjnyertes települések is felvonultatják a büszkeségeiket. Mindig van mit tanulni, mindig van mit látni, és mindig jó megismerni Magyarország csodálatos kis falvainak a szépségeit és büszkeségeit. 35 fős német delegáció érkezett Tatára május közepén. A látogatás apropóját a település és Gerlingen idén 35 éves testvérvárosi kapcsolata adta. Az ünnepség részeként a vendégeket két meglepetés koncert várta, majd megismerkedtek a város legújabb turisztikai fejlesztéseivel, természeti látványosságaival. A pandémia okozta kényszerszünet után ismét vendégül fogadhatta Tata a gerlingeni küldöttséget. A két település között éppen 35 éve jött létre testvérvárosi kapcsolat, ami azóta is intenzív módon van jelen a mindennapokban. Én szerintem, ha már két ember találkozik, akkor is egymás hasznára vannak, mert biztos, hogy tanulnak egymástól valamit. Én szerintem mindenképpen jó az, hogyha kitekint az ember a világban, ugye régen ez szinte kötelező volt annak, aki valamilyen tudást el akart sajátani. Ez mindenképpen haszna, de ennél konkrétabban is szeretnénk ezért dolgozni azon, hogy azok a tatai fiatalok, akik a tatai iskolákban felnőnek, ők is kapjanak ebből valamilyen élményt vagy impulzust, nyilván azért, hogy a további életüket ők minél inkább sikeresen tudják folytatni. A gerlingeni delegáció örömmel fogadta a meghívást, a település jelenlegi polgármestere most járt először Tatán. A fogadás az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb pillanatainak felelevenítésével kezdődött. Hát a legnagyobb előny az az valóban, hogy az a fajta barátság tovább erősödhet, és akiket megszeretünk, akikkel barátok vagyunk,
azokkal egészen másképp tudunk viselkedni. És ez a kapcsolat még a szocializmusba köttetett, amikor Magyarország még varsói szerződés tagja volt, egy nyugat-német várossal köttetett kapcsolat, már rögtön ezt nagyon tudta erősíteni. A másik pedig a történelmi vonatkozások, hiszen Gerlingenben, Stuttgart környékére nagyon sok magyar sváb családot telepítettek ki II. Világháborút követően, és az ottani kitelepített magyar sváboknak egy külön közössége is létrejött, és így ennek az ébren tartásában, ennek a további segítésében, a Német Nemzetiségi Múzeumunkkal való együttműködésben, az ott élőkben is tovább tudjuk erősíteni azt, hogy sokaknak, akik ma ott élnek, az igazi őshazájuk az Magyarország volt, Budaörs és a Zsámbék, ez a környék, nagyon sokan innen kerültek oda ki. Tehát nagyon sokrétű a sport, a kulturális és a szokásos kapcsolatokon, iskolai kapcsolatokon kívül ez a történelmi mély nyom talán a legerősebb kapocs közöttük. A vendégeket a Dandár Zenekar és a Fazekas Iskola meglepetéskoncerttel várta. Májusban is közismert vendégek foglaltak helyet a Tatai kanapén. A Móri Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében most Csúlya Imre színművész és a helyi Sémrog együttes lépett a Művelődési Ház színpadára. A rendezvényen vezetett beszélgetésen keresztül ismerhette meg jobban a közönség az előadó művészek karrierjét. Jászai Mari díjas színművész és egy helyi írzenét és életérzést népszerűsítő együttes is fellépett a Móri Zsigmond Városi Könyvtár által szervezett rendezvényen. A Tatai kanapé nagy népszerűségnek örvend, hiszen az aktuális vendégek tehetségük bemutatása mellett mélyebb beszélgetésen is részt vesznek. Legutóbb a Tatai Shamrock formációt ismerhette meg jobban a közönség. Nem szokott része lenni a fellépésünknek a beszélgetés, ez vitathatatlan, de azt gondolom, aki szívesen csinál valamit és talán jól is csinálja, az beszélni is tud róla, el kell mondani a saját gondolatainkat ezzel kapcsolatosan, és bízunk benne, hogy ez a közönségnek is tetszeni fog. Alig, hanem az az alapja ennek az egésznek, hogy mi szeretjük, ha a zenénket hallgatják és jól érzik magukat az emberek. Ennél fogva talán passzolunk, illünk ebbe a társaságba, hiszen arról van szó, hogy kellemes időt eltöltsünk egymással. Csúlya Imrét sem kellett bemutatni a résztvevőknek. A színművész örömmel fogadta el a meghívást, hiszen sok év szakmai tapasztalat után is pozitív töltetet adnak számára az ilyen típusú rendezvények. Nagyon szívélyes fogadtatásban vagyok részesítve a nézők részéről. Minden egyes városban tényleg egyszerűen azt érzem, hogy hála Istennek igény van a versekre, az, hogy színészeket lássanak, és nem csak magamról beszélnek, hiszen rengeteg kollégámmal járom én is az országot, más műsorokkal, Cutor Zolival például, vagy a Csákányi Eszterék, vagy a Álmori Gabriella. Szóval nagyon szívesen fogadnak bennünket mindenhol ezekkel az irodalmi estekkel. És hát a beszélgetésekkel is. Éppen most beszéltük az Istvánnal, hogy tulajdonképpen 2-3 órát is tudnánk beszélgetni, hát hiszen vagyok annyi éves, hogy talán 2 órát is ki tudnánk tölteni. A Tatai kanapé idén még több ingyenesen látogatható programmal készül. A Múzeumi Világnap alkalmából és II. Szent János pápa születésének 100. évfordulójára emlékezve mutatták be az érdeklődőknek a Függetlenség Szentje című könyvet a Tatabányai Múzeumban. A kötetben az intézményben kiállított különleges bélyegtárlat egyes darabjai is megtalálhatók. Egy különleges bélyeggyűjtemény adta az apropóját a Függetlenség Szentje című kötetnek, amelyet a múzeumok világnapján mutattak be a közönségnek a Tatabányai Múzeumban. Az alkotás Szent II. János pápa pályáját és életét kíséri végig. Először az Országos Bélyeggyűjtők Egyesületének tatabányai szervezői kerestek meg minket, hogy Szombathelyen találkoztak ezzel a kiállítással, és
szeretnének neki helyet keresni itt Tatabányán. Ehhez társul ez a könyv, ami a Függetlenség Szentje címmel készült. Ugye 2 évvel ezelőtt volt Szent II. János Pál születésének a 100. évfordulója. A könyv előszavát Dobos Marian írta, akit személyes kötődés is fűz a katolikus egyház fejéhez, hiszen a pápa megáldotta és saját kézzel írt levelet is küldött neki. Többek között erről is írt a kötetben. János Pál nagyon közel áll a szívemhez, és amikor meghallottuk, ezeket a szombathelyi kiadóm, a Farkas Csaba adta ki az utóbbi időkbe a könyveimet, Lengyel Intézetbe megvolt a kiállítása ezeknek a csodálatos bélyegeknek, amit itt is fogunk látni. A különleges és sokrétű bélyeg kiállítás egy magángyűjtő tulajdona. Úgynevezett megszemélyesítő bélyegek is helyet kaptak a tárlaton, amelyen a pápát ábrázolják. A kiállítás május végéig megtekinthető a Tatabányi Múzeum nyitvatartási idejében. Szent II. János Pál pápa életét bemutató bélyeg kiállítást, ami egy könyvhöz kapcsolódik, és ez könyv kiadásának a hátterét is szolgálja, hogy amerre járt a világba, több mint 100 országba Szent II. János Pál pápa, az megjelent nagyon sok helyen bélyegen, és ahogy a háttérben ott vannak a bélyegek, akár első napi borítékon, sima bélyegbe, mellette, hogy mit csinált ott, kivel találkozott, mit tevékenykedett abban az országban. Ez a lényege az egésznek. Ez egy szombathelyi gyűjtőnek, Steindl Rezsőnek az anyaga, ami 40 keret oldalon van feldolgozva, és bemutatja halála után és a szentjavatásá is az egész róla kiadott bélyegeket. 2 év kihagyás után a legbátrabbak ismét nekivágtak a Turul lépcsőfutó bajnokságnak. Külön megmérettetésen indultak a sportolók és a tűzoltók 4 csoportban, női és férfi kategóriában. A lánglovagok a 419 lépcsőfokot teljes védőfelszerelésben küzdötték le. Sikos Károly Álmos, a tatabányai tűzoltóság őrmestere, korcsoportjában a 2. helyen zárt. Ne ijedjen meg senki, nem tűzesethez riasztották a szakembereket. Az ország több megyéjéből érkező tűzoltók a 8. Turul lépcsőfutó bajnokságon indultak, védőruhás kategóriában. A távszámukra nem volt kevesebb, mint az a 419 lépcsőfok, amely az emlékműig vezet. Mindezt teljes felszerelésben kellett teljesíteniük. 2013-ban rendeztük meg az első lépcsőfutó bajnokságot, és hát nagy népszerűségnek örvendett, eleinte csak tűzoltó kollégákkal, aztán kiterjesztettük a belügyi állomány részére is, valamint a civil lakosságot is meghívtuk, és nagyon szép számmal idei évben is 150-en jelentkeztek. Ezen fele-fele arányban van a tűzoltó védőfelszerelésbe futó tűzoltó kollégák, akik most mennek mellettünk, valamint a sport kategóriában indulók. Mind a tűzoltó kollégák, mind a civilek, mindenki az ország számos részéről jött, vannak itt debreceniek, vannak budapestiek, nagyon örülünk neki, hogy ez ki van terjesztve az egész országra, és hát örülünk neki, hogy vegyesen férfiak, nők összemérik erejüket. A tűzoltó kollégáknak teljes bevetési védőruházatot kell viselniük, valamint légzésvédelmi eszközt. Ez idejével picit könnyítettünk, mert nem acélpalackkal mennek a kollégák, hanem kompozit palackkal, ezért ez 4-5 kilóval könnyebb, de még így is a teljes menetfelszerelésük az meghaladja a 20-24 kilót. Én sportba indultam, de a szervezés most nagyon elvette az időt. Elfáradnak a kollégák nagyon, tehát azért légzőben ez nagyon embert próbáló menet, de a sportosok is nagyon elfáradnak, úgyhogy mindenki kellemes élménnyel tér haza. A bajnokságra nem csak a tűzoltókat, hanem küzdeni vágyó amatőr vagy profi sportolókat is vártak. Igaz, számukra a táv hosszabb volt, viszont nem védőruhában kellett azt teljesíteni. A 419 lépcsőt mindenkinek teljesítenie kell, a sportban futóknak egy picit hosszabb a táv, de a 419 lépcső az mindenkinek megvan. 2013-ban sportfelszerelésben egy pesti kollégánk felállított egy rekordot, ez 3 perc 31 másodperc, ezt még senkinek nem sikerült megdöntenie. A tűzoltó kollégák 5 és 7 perc között teljesítik ezt a távot. Sikos Károly Álmos tatabányai tűzoltó őrmester a 31-40 évesek korcsoportjában a 2. helyen zárt. De talán nem is meglepő, hiszen egy héttel ezelőtt a kecskeméti Pop and Run országos bajnokság leggyorsabb futó kategóriájában nyert külön díjat.
A MÁV Start ZRT értesíti tisztelt utasait, hogy május 22-én Herceghalom-Bicske állomások között végzett pályakarbantartási munkálatok miatt a Tatabánya-Oroszlány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Valamennyi vonat csak Tatabánya és Oroszlány között közlekedik. Budapestig való utazás esetén Tatabánya állomáson át kell szállni. Megyei vadásznapot tartanak Csákányos pusztán május 21-én szombaton. A szakmai szervezetek minden évben találkozón mutatják be tevékenységüket. A Vértes Kapuja rendezvényközpont reggel 8 órától várja a látogatókat. A helyszínen vadételfőzőverseny, rendőrkutyás bemutató, céllövészet mellett színes programokat kínálnak a gyerekeknek is. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban. Környe adott otthont a Magyar Falu Megújítási Díj átadójának. Jeles évfordulóját ünnepli idén Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcsolata. A tatai kanapé vendége ezúttal Csúlya Imre színművész volt. Kiállítással egybekötött könyvbemutatóval készült a Tatabányai Múzeum. Az ország több megyéjéből érkeztek a 8. Turul lépcsőfutóbajnokságra. Köszönjük egész heti megtisztelő figyelmüket, a Tatai Körzeti Televízió napi híradója legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik. Én további szép estét, kellemes hétvégét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!